Kis csók, legmélyebb tiszteletem, szevasztok srácok, hello mindenkinek, üdv! Az ötödik, számszerűen egyértelműen egymás után megnevezve, az ötödik Titok Live-ban, amiben igazából itt lehetünk veletek. A helyszín ismét a kis konyha, mondhatnánk így is. Természetesen mindenkinek nagyon jó szórakozást, remélhetőleg jól érzi magát mindenki, kíváncsi vagyok, hogy ki mit csinál, ki onnan néz, illetve egyéb dolgokra is majd, de hát ez majd mind jön szépen, egészen 11-ig szerintem nyugodtan itt leszünk, hogyha kíváncsi a társaság, hogy merre, meddig buli előtt melegítünk. Szevasztok! Illetve majd kérnék szépen mindenképp egy visszajelzést, hogy jól érthető, amit beszélek, vagy nincsen torzítás, vagy bármi olyasmi, Gyuszkónak is, szevasztok, Jakinak is, Krisztek is. Erdély Kovászta megyével üdvözlöm, szevasztok, hello mindenkinek, Csév, Erdélyből is, Magyarországról is, mindenhonnan, jó estét mindenkinek, szevasztok, jó szórakozást, a nevezi játszok, nem jöntök ezzel itt a TikTok csatornámon, velem New Week-kel csapatjuk, gyere! Now you stepping with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our hey, shot. Hey, it's been a while, guess you with your friend, right? She ain't trying to bring over no men, right? She ain't gotta be in a distance. She can get high all in an instant. I'm not sure of what I see, Cupid, don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? Deutschland is da, megint csak. De jó, mindenhonnan megint itt van mindenki, és nézi a live-ot, üdvözlök mindenkit Nagykanizsáról is. Rögtön nézem Vas megyéből, DJ Speed is itt van, Geri is, Tigyerek háza, Fizz, Tina, a kutya fáját neki. Megindultunk gyerekek, döntsük meg az eddigi rekordokat, ugye eddig ilyen 280-an voltunk legtöbben. Szóljatok a szomszédnek is, innentől kezdve 11-ig meg sem állunk, ha van kedvetek. Tartsatok velem! Brabe Szati, hello! Szolnok megye is jelen van, üdvözlet! Tell me if it's weed that you need if you want to breathe. Go that out to me, Samos. Ain't nobody tripping VIP, they can't get it. If something go wrong, then you know you can't. Horváth Picsúr, a győri Mamma Mia-s csaj, Samos. Lénár Zoli, üdvözlet. Béla, Imre, Ákos, melyik a név? Salgótere, hajrá, hajrá, Salgótere, Samos Gyöngyi. Györgyi, bocsánat. Csak nem az a Györgyi, akire gondolok. Rozgonyi úr kedvese. Hajdú Bihar megye és bejelentkezek. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm és legmélyebb tiszteletem nektek, illetve a hölgyeknek több kis csuk, hogy bármi is nevezzük. Szóval a lényeg, hogy igazából este 11-ig most épp ráérek, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem, zenélgetünk, beszélgetünk, ahogy ez szokott is lenni, az ötödik adás, és hát ugye rengeteg jó dolog történik itt mindig, rengeteg jó téma van, amiben én azt gondolom, hogy a csapatot szépen bele lehet vinni, úgyhogy várom akár a zenéket, amit szeretnétek hallani, ugye ez a műsor, mondjuk műsornak. Ez általában arról szólt eddig, hogy mindig megkérdeztem, hogy mit hallgatátok szívesen, mindig elmentünk a klasszikba is, hogyha úgy van, vagy épp az aktuális kedvencek felé. Egy a lényeg, érezzétek jól magatokat, beszélgessetek, ha akartok egymással, vagy akár, ha gondoljátok, ismerkedhetek is. Lényeg a lényeg, hogy ott egy szívecske, hoppá, köszönöm szépen az ajánlókat már is, köszönöm azt, hogy itt vagytok velem. Lényeg a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat, hallgassunk jó zenéket így szombat este. Gondolád a ti is, hello, én is, a Brigi is megjött. Rostán Sákolló is, hello, szevasz, de jó van én. Aktelekről is, Isten hozott mindenkit, Renink is megérkezett. Now you stepping with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in a distance. She can get high all in an instant. I'm not sure of what I see. Cupid, don't fuck with me. Are you telling me this is a sign?
szevasztok, zsácok, hello mindenkinek! Aktelekre jövünk hamarosan, így van, Gyuszmókán, megbeszéltük a részleteket, érkezünk az autós talira majd. Ugye milyen frankok és zenék, így van, jó? Tudok, ha tetszik. Csak is ezt a zenék természetesen, meg az is, ami belejön majd így, úgymond, à la carte-ként. Szóval tel is tele finomsága, jó zenékkel, jó kedve, jó hangulattal, üdv mindenkinek még egyszer a csatornán. Most indulunk el, és ugye 11-ig én azt gondolom, hogy simán ráérünk, úgyhogy lehet csapatni. Belokka, Milás, micsoda zenék érkeznek itt, kérem szépen, rögtön az elején. Na nézzük! Lehet azt mondani, hogy mint a diszkóban is szépen bemelegítjük az estét, rögtön hozok én is egy órát, hogy vágjuk, hogy képben legyek, hogy hol tartunk nagyjából. De a lényeg, hogy azért este 11-re egész biztos, hogy meg fogunk alakulni, úgyhogy késüljetek testileg, lelkileg is. I was passing through, no plans of staying on. What would be the chances we got lost? Szegedi Krisztiánunk már rögtön májlavot kér. De jó fej vagy, köszönöm szépen, Krisz. Csókoltatom a tarjányokat. A hely. Az itt a kis konyhán. Igen, nekem is a kedvencem, Krisz. Na nézzük, Daisy is érkezik. Klasszikus lesz mindenféleképp, válaszolva a kérdésekre, próbálom figyelni a rengeteg üzenet között. Igyekszem követni majd hollókörök, és csak mindenkinek szevasztok. Daisy mindenképp érkezik, Armin van Buuren is érkezik, mindenki érkezik. We're foolproof, baby. We're foolproof. We're foolproof, baby. In a cold, cold world, when it gets too crazy, we do it all. We're foolproof, baby. Üdv Ausztriába is, szevasztok! Morsbiának is, Joe! Janinak is, Bernének is, szevasztok, srácok, üdv még egyszer! Az 5. epizód innen a kis konyhás live-ból! Csepel-szigetek, szevasztok! Itt van mellettünk! When it gets too crazy, see through it all. We're foolproof, baby. In a cold, cold world, when it gets too crazy, see through it all. We're foolproof, baby. Nincs szakember. Ki az, aki szerette, szereti? Ez a Vertigo, kérem szépen. Kiránduljunk itt, ha négy van. Szevasz, üdvözöllek megint, de köszönöm, hogy itt vagy. Raki Zoli, szevasz! Ez a vékonyha, kérlek szépen, vékonyha, megvan, tudod, Vertigós konyha, így van. Nagy Editnek is kezét csókolom, Varga Lacinak is. Kataklem Studio, hello! Szevasztok, srácok! Oh, okay.
17 óra magasságában vagyunk. Úgyhogy egy jó házi buli akár esetleg, nem tudom, hogy itt van valakinél házi buli? Vagyunk valakinél házi buliba élőben otthon? Tessék már föltenni ezeket, vagy mondjátok már, hogy ki mit csinál jelen esetben. Ki merre van, ki fog este majd bulizni. Noise Walkers, Gergőjük is itt vannak le, mit fogunk ma inni? Hát ez egy nagyon övön alulú kérdés volt, kérlek szépen Gergőjük, azt akartam, hogy épp te is itt áll volna itt velem. Csak hát puding-buding vagy átjönni hozzánk, mert ugye hát állítólag ilyen ebédre kellett menni, meg ilyen kamudumákkal tudod így kimenti magát. De hát ez ilyen. De egyébként nálunk szabad a pálya, úgyhogy nem kell magadat kihúzni a történetből, egész nyugodtan nézzél át, hogy van. Ha kapuban itt vagytok, akkor tényleg nyitom. Szólok majd itt a segítségnek, hogy is ki a kaput. Piszi a piszi. Szoktuk szó, napon így van. Négy állásos. Szóval lehet azt mondani, így finoman melegítgetünk egyelőre. Tűz mindenkinek! Tu iras où si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. Ringi egyedül házi bulizik, ilyen van. Krisztián, akkor zenélünk együtt, hogyha jössz. És a konyhában vállak majd, csütök neked egy bundás kenyeret. Mondnád én, azt mondja, nem bulizik, nem értem. De hogy már nem bulizol. Már nem tetszik bulizni, bocsánat, most nézem. Semmi gond nincs ezzel, akkor tessék csak hallgatni a zenét, jól feltekerni. Szóval, hogyha házi buli is van otthon, üdvözlök mindenkinek, és melegítjük egyelőre mindenki házi buliát, meg a mi kis bulinkat is. Szevasztok! Robin Barta szerint puding, aki nem szavaz egyébként, így van, hogyha szeretnétek szavazni rám a rádió egy DJ szavazásán, ami ugye egy pár hétig még fog tartani, akkor azt mindenféleképp megtehetitek a rádió egy oldalán, illetve az én Facebook vagy Instagram oldalamon is ki van téve a közvetlen linkje, www.radio1.hu/DJ szavazás, de egyébként sokkal egyszerűbb, ha rámentek az én oldalamra Facebookon, akkor ott van a link, amire csak rá kell nyomni. És köszönöm szépen, hogy szavaztok rám! Természetesen köszönöm szépen az itteni ajándékokat is, megosztásokat is, mindenféle hozzászólást, ami igazán nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Egészen kellemesen, finoman és szombat délután, mondhatni kora este elindítjuk ezt a kis bulikázós, beszélgetős, szokásos kis live műsorunkat, tel is tele, tényleg nagyon-nagyon jó zenékkel. Úgyhogy épülgetünk fölfelé, várunk mindenkit, tessék nyugodtan megosztani, szólni a szomszédnak is, hogy itt ma tényleg kőkeven nem marad, és ezt nem akarom elérni, és tényleg megértek, nem hiszed el. Ez a durva, figyelj, azt mondja, hogy ő nem jön be egyébként, így etetett, figyelj, és megérte, csin. Megjött a Noise Walkers, ez csávó, azt a mindenit, azt mondja, csak hogy tudjunk mit inni. Érted, megígérte, aztán megetett azzal, hogy ők valamik ilyen lesküvős, adományozós délutánon voltak, aztán eljött. Mint a legelső alkalommal is ugye, vagy a második volt? De egyszer csak a szomszédok betoppantak, úgyhogy egy kis boiler room party jött össze. Szevasztok!
Egyet ígérgetek, hölgyeim és uraim, hogy igyekszem megint a legjobb zenéket elővenni, és azokra a dolgokra, vagy legalábbis úgymond zenei stílusokra próbálok már koncentrálni, ami tényleg az én kedvencem is, és várom a ti saját kedvenceiteket is, vagy esetleg zenekéréseteket, mert ugye azt már többször elmondtam, hogy egy DJ-nél egyébként elég pervers dolog kérni zenét, hogy egyik DJ sem szereti igazán. Sőt, én ebbe a csoportba azt lehet mondani, hogy bele is tartozom, tehát én kifejezetten utálom. Viszont ez a műsor, ez többek közt azért is jött, azt találtam ki, hogy itt vagyok nektek tökre élőben, és kérhettek zenét. Ha akartok, ha van egy tök jó ötletetek, egész biztosak lehetek benne, és ígérem nektek, hogy be fogom tenni. Úgyhogy jól érezni magatokat, ez a lényeg. Köszönöm, hogy itt vagytok. Szép csapat, mondhatom egyébként, aki érkezett, azt mondja, hogy nem maradok sokáig, na kíváncsi leszek. Na nézzük akkor, mik azok a kedvencek, amikre vissza lehet gondolni, te jó Isten, haj nélkül megérkező emberek jönnek itt az üzébe, az a lakásba, figyelj, kiengedte be ezeket itt. Nem, de egyébként köszönjük szépen, hogy benéztek a spontán kis délutáni szombati kis, nem is tudom, minek nevezzem, összejövet erre. Itt nem kell legalább adományozni. Na nézzük! Lehet azt mondani, hogy ilyen szombat estig is bemelegítő, tényleg, hogy égett, azt várjuk Erikém, nagyon-nagyon nagy ötlet. Szaporos is megjött a végre, szevasz! Szóval az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy egy délutáni bulit zeneileg én nagyjából így képzelek el, hogy ilyen zenékkel lehet elindítani. Topaz New Millennium is érkezni fog, később Víz 2000 Vintage Culture, minden lesz itt Tiestótól kezdve. Jó, köszönöm, jók vagytok, nagyon várom! Várom a kommenteket, várom a zenéket hozzá, gyertek, gyertek! No, ennek de, hogy remélem nem görcsöl be az ujja, de köszönjük a sok lájkot neki! Ki mit iszik, tessék megírni! Ezzel érkeztek ide meg, nem tudom, hogy belekóstoljak-e. Szerintetek belekóstoljak? Alma pálinka, Lali pincéjéből? Nem néz ki rosszul. Kicsi zöld. Érdekeztek ide a barátok, figyelj, hoznak ide egy üveg italt, hogy egészségedre meg minden, de senki nem akar kocintani, akkor ez most mi most ökör iszik magába, hogy mi? Na, na, érted, itt megcsinál, itt játssza itt magát. Remélem azért, ti nem ilyenek vagytok. Zöld és csak koktél, így van. Bele bizony, juhú, ez egy kicsit erős lesz. Amdudnán, az már nagyon kéne, egy jó fél literes, a jégkárt azt adom. Mondjuk akkor sokáig nem fog tartani a buli. I'm stuck on this page every single night. Feels as good as ours. Cause it's done in my eyes. Now we're gonna go to the next level. We're gonna go to the next level. Every single night I can't wait for the light. And the tears are crying.
sorájunk, tényleg azonnal még csak finomak leszünk az elején, úgyhogy ezt ne tessék félrejteni, azért az a végéig meg fog változni bőségesen zeneileg. Egyelőre nagyjából melegítés van, Halászszelek a cím, egyértelmű. Viszont abban biztosak lehetek, hogy mint az elmúlt idők, vagy elmúlt öt, most már bocsánat, ez ötödik négy alkalommal biztos, hogy oda fogunk csapni a végéig. Melegítsünk egyelőre. Pisti vagyok, az már be is tette a linket, www.radio1.hu/DJ-szavazás/newweek. Egyébként ezt a linket megtaláljátok a Facebook oldalamon, ki van posztolva, úgyhogy csak rá kell nyomni. Köszönöm szépen a szavaztok rám, köszönöm, hogy itt vagytok. Jó buli mindenkinek! Csak óvatosan, mi is csak így belekóstolgatunk, majd azért ez Zola cucc. Ellenben finom. És ahogy mondtam az elején, tényleg inkább csak azt mondom, hogy bemelegítünk aztán, amikor, hát mennyi az idő, mit is mondtunk, 7 óra. Szerintem ilyen 8 környékére meg lesz majd a menet sebességünk, hogy fél 8 környékére. Attól függ, hogy mit szeretnétek majd hallani, hallgatni. Azért tessék majd mindenképp oda tenni magatokat. Írjátok meg nekem, hogy mi a kedvencetek, mi az, amit hallgatnátok. Ugye eddig a legmenőbb a klasszik volt, de azért azt gondolom, hogy van bőven másban is lehetőség, úgyhogy orientálódjunk mindenféle olyan zene felé, amit akár most jelen esetben aktuálisan szeretünk. Figyelj! Én imádtam például ezt is, főt a filmet is. Krisztiát kérdezik, hogy hol a gin? Geri azt mondja, kérdezi Mariskát, hogy hova jöjjenek hozzá éget. Itt óriás sor lenne, azt mondja, hogy most vagyunk jelen esetben 160-an, a 160 ember ide betoppanna, most az elég kemény lenne. Az egész fasz a kis buli lenne. Egyszer lesz. Figyelj majd! És van hozzá egy sztori is, ami igazából tényleg zseniális, amikor először úgy gondolom, hogy érkezett meg a köztudatba, hogy legalábbis úgy gondolom ide hozzánk. Finoman kifejezve Boomerekhez a TikTok, akkor ez volt az első olyan videó, amit azt mondom, tényleg imádtam rajta, amit ott véghez vitt a csávó rajta. Ha látta valaki, akkor majd tegye fel a kezét, mert egyébként zseniális. Ugye a sztori röviden. Csávó, hajnal 3-4 óra felé, vízpart, és a vízpart másik oldalán üvölt a zene. Nem mondom egyes szándékosan, hogy mi a zene. És akkor a refrén előtt csak annyit lehet hallani, vagy látni ugye a TikTok videóban, hogy oda megy egy ilyen villanyszekrényhez, mondjuk így. És ugye a felpörgés az, hogy 1-2-3, ő ugye oroszul bekéve, hogy drász, dvá, tri, dur, ledurratja az áramot. De szerinted mekkora? Nem tudom, hogy láttátok-e, meg fogom nektek keresni, akár beposztolom.
még akár Facebookon is zseniális a videó. A zenét pedig titokban tartom egyelőre, mert hogy tényleg a verzió, ami az alatt szól, az zseniális. És rég hallottam, úgyhogy hallgassuk meg együtt, gyere! Azt sem baj, hogyha még egy pálinkát kitölsz a Gergőnek, mert igazából ő nem nő, haza akar menni, tudod? Noise Walkers egyébként ne jelöljétek be, hanem írjátok be meg egy puding. Megmondom a címét is, ha kell. Volt már a kérések között a fiatal csapat, ember, bárki, bárhogyan is nevezi, vagy ismeri őket. Ők a Vintage Culture, így a háttérből. Figyelj majd! Este 11-ig meg sem állunk, Szappanos Sanyinak küldjük, ha esetleg nem figyelt volna. Illetve rettenetesen köszönöm a rengeteg szavazatot, a mostaniakat is, meg azokat is, amik jönnek majd a Rádió DJ szavazásán. A Facebookon ott a link. Na és ez volt az a videó, az volt az, amikor tényleg a csávó ott a kemping szélén, vagy ott a part szélén, és akkor egyszer csak, amikor beénekli, hogy 1-2-H, Transmatri, Dur, leduradja az áramat, hatalmas, nézzétek meg! Hatalmas a zene! Majd nagyjából így képzelem el egyébként egy buli bemelegítésed, hogy előkapjuk ezeket a finomságokat, és tényleg innentől építgetjük vissza föl az egészet. Úgyhogy Isten hozott mindenkit a kis diszkóban. Hanggal minden rendben van? Hagyj halljam, hagyj lássam. Mondjátok, léci. Jól hallotok, nem torzít a zene. Kriszti, köszönjük szépen, hogyha intézed, nagyon kedves tőled. Szabi, nyugodjál meg, Stervinszki még pihen. Hemi szerint Puding FM, így van, szevasztok. Puding, aki nem joghurt, rostás rákolló. Köszönöm szépen egyébként, ez jó pufa, tetszik. Igó Bogi is, szevasz, most láttam, hogy itt vagy. Sok jó ember kísérni is elfér, és a zenét szereti, csak jó lehet. Ebben egyetértek, Renikém, teljesen igazad van. All I need is a love tonight. Kérdés következő, ki hová készül este buliba? Kíváncsi vagyok. Flowers babának? Ja, babádnak? Jó, lehet egy Flowers, adom. Van egy tök jó Gloria Gaynoros verzió belőle, hogyha esetleg belefér, és nem lesz túl ketchup song. Szerintem a legjobban sikerült verzió az egyike. Vagy menjünk a Krisztihez bulizni? Oké, én úgy látom, hogy túl kötünk ki. Tolasválva, így van. Albert Lajos, szevasz! Gyuszmó kedvesének a szülinapja van ma, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldog szülinapot kívánnak neki. Drász, dva, tri, figyelj! All I need is your love tonight. All I need is your love tonight. All I need is your love. Kérdés, hogy mi a HB? Ezt most nem értem, hol kell zenélni?
talán, aki ezt írta. Anita, éld már meg neked, mi az a HB. Bocsánat, hamál, Anita, elnézést. Albert Rajos, ezek szerint megnézte a videót, tényleg zseniális. Én itt imádtam meg, hozzáteszem a Love Tonight-ot is. Egyre többen itt a TikTok Live-ban. Szevasztok, srácok! Köszönöm mindenkinek, aki itt van, vagy hozzászól a műsorhoz. Nyugodtan kérjetek zenét, mondjátok el, hogy hová készültök bulira. Ez most a kérdés. Szereti, és az üzenet nagyjából ez is lenne vele, úgyhogy küldeném neki Diának egy dalt. Szép küldi szív, meg már ilyen robotunk is van. Szóval nézzük meg még egyszer, itt lemaradtam egy üzenetről, azt mondja, hogy hát, hogy a házi buli, ő. Jó, őrület lesz, az ebben biztos vagyok. Imádom egyébként a házi bulikat, főleg ami spontán van. Így
van, nagyon szépen köszönöm. Endless Sunrise, de nagy zene. Balzac Remixben egyébként ez egy nagyon jó zene. És a tegnapi Grandra visszatérve, hát ugye odaérkeztünk, ugye negyed egy környékén, ugye egy picit még gyenge volt, talán azt lehet mondani, hogy a létszám. Viszont egy 10 percen belül elkezdett megindulni Dunaszerdén és környék, és jöttek szépen befelé az emberek bulizni. Ugye az sikerült belőle, hogy negyed négyig játszottunk, úgyhogy 3-ig vagy nyitva egyébként a hely. Ugye nagyon szépen köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap velünk, meg azoknak is, akik itt vannak most jelen esetben a live-ban, illetve most már 5-5-ször vagyunk itt. Ki volt mind az 5-ször itt? Föl a kezét, gyerünk! Igen, 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 Attila jól látja, jól hallja. Itt volt mindenki 5-ször, azt a mindenit, köszönöm szépen. Igyekszem ilyenkor nem csak az elcsépelt zenéket elővenni, ne értsetek félre, nem azért, mintha unnám, hanem azért, mert ez egy olyan live, amiben szerintem lehet bátran mocorogni zenei stílusok között, és hát egy ilyen live-nak így van értelme, nem? Tehát egy picit beengeded magad ahhoz, vagy közelebb egyrészt az, aki néz és hallgat, illetve megismeri a tényleges belső, úgymond zenei ízlést, és én imádtam ezeket a zenéket. És természetesen táplálkozom abból is, amit ti szeretnétek hallani, úgyhogy majd figyelem közben a kéréseket, láttam ott már Myra volt, láttam Dazed, láttam Get Down, Stervinskytől meg minden ilyesmit, ugye Szaporos Szabik az nagyon rá van gyógyulva, de majd valamit intézünk neki. Igen, mindenképp lesz. Egyébként a Magonya Endless Sunrise egy nagyon jó ötlet. Egy jó Freemason, Saddam, csapathatjuk. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, lehet az is. Vivin.radio1.20 per szavazás per New Week, ezen tudtok rám szavazni a DJ versenyen, a rádió DJ versenyen, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. Csapassuk meg, gyere! Juszkó feleségét is jókoltatjuk, ma van a születésnapja, küldjünk neki valami jó kis zenét, legyen a következő. Mit szólsz, Juszkó? És ígérem, hogy akteleken fel fogom köszönteni személyesen majd. Szaporos is, remélem, hogy figyel. Szevasz! Végét is megjött, Hámosunk is megjött. Csillú is, szevasz! Farkas Szabi, hello! József, szavaz! Csak nem a Big Billről van szó. Adom. 22.200 like, bármit is jelentsen, nagyon szépen köszönöm. P. Diddy, Keisha Cole, Merk Less Time érkezik hamarosan.
Addig viszont egy pici melegítés, így az elején mondtam is nagyjából, most megnézem még egyszer, mert az időérzékem az rettenetes. Azt mondja, hogy 7:30. Nagyjából indulunk neki, megjött Dezsi is. Nézd csak, itt bujkál egyébként, nézd csak, és a javány. Megérkezett ő is, igazából lehet azt mondani, egy kisebb fajta Boiler Room Party barátokkal, meg veletek természetesen egyértelműen egy kalap alá véve. Ugye nem akárkit engedünk be ide, az egyértelmű, már értsétek úgy, hogy saját életünkben én még sosem csináltam ilyet, bármit, hogy live-oztam volna, viszont én úgy gondolom, hogy most már ráfér a csapatra. Azért egy picit tényleg azt mondom, hogy kerüljünk egymáshoz közelebb. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Free Amazing Sunny White itt, de jó, érkezik hamarosan, most látom másodszor. Goodbye Remix is here. Tapeszti kérdés, hogy ma nem lesz a fellépés. Igazából megmondom őszintén, az egyik szervezővel félreértettük egymást. Ugye úgy volt, hogy Binkis Csabára van ez nekem beírva ez a hétvégén. És hát ez a saját hibámnak köszönhetően, úgyhogy nem tettem át, mert februárban át kellett, hogy pozícionáljuk, tegyük ezt a dátumot. Úgyhogy tegnap ugye a Dunaszerdai fellépés után rá kellett jöjjek arra, hogy ma egyébként Binkis Csaba nem lesz, viszont februárban lesz majd. Úgyhogy 11-ig itt vagyok veletek. Fellépés ma este innen. Ma este a feleségem fizet. Természetben le tudjuk majd. Traveling somewhere, could be anywhere. Dezsi szerint a természetben hideg van, kicsit, hogy akkor ezt eltesszük valamikorra. Dunaszerdai Grand Café. Ugye mostanság ott van csak Dunaszerdaien buli. És hozzá kell tennem, hogy amennyire idézelve azt gondoltuk, hogy nem lesz jó, annyira jól sikerült, hogy 3-ig lehet nyitva a hely, 4-4-kor tudtunk bezárni. Nagyon jó volt. Köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Jobbiba jártunk. A feleségem másképp fogalmazott, de azt hagyjuk. Én is megkaptam ma. Egy
finomkodás, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Egyedik, hogy ellenek többször a végén, mindig a klassziknál kötöttük ide, hát közel se tartunk a végén, de ugye, hogy egyébként legalább egy 11-ig itt leszünk veletek, hogyha van kedvetek, tartsatok velem, szóljatok a szomszédnak, és osszátok meg ezt a live-ot, amit nagyon szépen köszönök, vagy hozzád, ha hozzászóltok, azt is egyértelműen. Úgyhogy Isten hozott mindenkit még egyszer! Tell you got a look in your eye. Girl, you know I wanna hold you, but you're making me wait all night. I can see you walking over, and I can tell you got a look in your eye. Girl, you know I wanna hold you, but you're making me wait all night. I can see you walking over, I can tell you got a look in your eye. Girl, you know I wanna hold you, but you're making me wait all night. Zsuzsinak nagyon szépen köszönöm az ajándékot is, a rózsát is, meg mindent is, meg a hozzászólást, hogy a házi DJ-je lettem. Nagyon örülök neki, hogy tetszik a zene. Remélem, még mindig nem torzítunk, most már egy kicsit emeltem a hangerőn itthon is, hogy jobban halljam én is a hangfalat, meg Dezsi is a baja, ugye azért már legyen fölött, már nehezebb hall az ember. Nézd meg, hogy nyomkodja, figyeld, meg van örülve. Deadpoolnak üzenjük, hogy akkor az Endless Sunrise nem fog megszólni, hogyha rendőrséget küldi ránk. Picit azért eltérünk, úgymond mindenhez hozzáteszünk valamit, én ezeket a verziókat szeretem, ami egy picit úgymond az eredetitől valamennyire különbözik, van benne valami érdekesség, még pluszban, na ez egy ilyen pont. Érkezünk fölfelé, ezt azért lehet bátran mondani a diszkóban, és így illene minden kollégának, ezt üzenem egyébként abszolút szívből. Ugye egy kicsit azt gondolom, hogy a mostani DJ kollégák, vagy legalábbis rezidensek, akik ugye minden hétvégén ott vannak egy diszkóban, néha azért nyilván, mint ahogy én is benne voltam, ebből belefáradnak, aztán hajlamosok arra, hogy mindig ugyanazt szóljak. Én azt gondolom, hogy rengeteg jó zene van, úgyhogy tessék szépen kilógni a sorból mindig. Úgyhogy indulás szépen fölfelé. Néla Smith, hello, kanyalók, a szevasztok, srácok, üdv mindenkinek! Szépen jövünk fölfelé, most már lassan 30 ezer lájkkal, 200 nézővel, aminek nagyon-nagyon örülök, és még egyszer borzasztóan köszönöm. Töntsük meg a mai, szóljatok, legyen 300, mit szóltok? Benne vagytok? Crazy night, that I'll forget. After party,
Este 11-ig veletek, élőben egyenesben. Horváth Janikám, szavaz! Szakó Bániból, szavaztok, csak nem síelni. Totó Fegyfú, nagyon szépen köszönöm a mai szavazást, Rádó 1.hu per DJ szavazást, tessék megnézni, Facebookon kint van. Illetve köszönet mindenki, aki szavazott már, vagy szavazni fog. Ugye nyíljátok ezzel azt gondolom, szépen lépünk fölfelé. Ha itt valaki ismeri, akkor hívja be gyorsan. Krisz Kroácia, szevasz! Egyébként egyetértek veled, igazából tényleg így van, hogy nagyon-nagyon kevés a hely van, ahol megengedi ezt, de én azt gondolom, hogy legtöbbször azért ez mindig a rezidenseken múlik, hogy hogy neveli a saját közönségét. Mi az, amit enged nekik, mi az, amit úgymond igazából, hogy is mondjam, tehát ilyen kérések, kívánságok nyilván egyértelműen diszkósok, hogy a vagy fellépők akár. Én azt gondolom, hogy a vendégekért vagyunk zeneileg, és őket próbáljuk szórakoztatni. De attól függetlenül, hogy a rezidens dolga az én szemszögemből nézve az, hogy mindenféleképp arra ösztönözze őket, hogy próbálja a saját egyéniségét belevinni, amit most igazából azt gondolom, hogy nem bánjálva, megbánva senkit, egy picit hiányolom. Tehát az, hogy mindenki bele kényelmesedve, ó, akkor most mit tudom én, játszok olyat, mint a Szecsei, vagy játszok olyat, mint a Pubit, vagy játszok olyat, mint akár egy Newvik, vagy hasonlót, de lényeg a lényeg, én azt gondolom, mindig attól jó egy DJ, hogyha megvan a saját egyénisége, zeneileg is, akár öltözködésben, viselkedésben. Na mindegy, valami ilyesmire gondoltam ezzel az előtt. Nyomjuk, így van, szevasztok srácok! Még mindig hatalmas és nek, Jani barátunk remixe vagy bootlegje került elő ebben az esetben, amit tényleg nagyon szeretek. Tökre hasonlít az eredetihez is, nem az a bugyuta, csak lépkedés, valami, hanem igazi dögös tucat. A Padrét is, Farkas Szabit is, Betbírmondót is, hello, hello! Avatar, Magnum, doljuk neki, gyere, gyere! Az, ami rendelkezésünk rá, ugye Nebesicsi barátunk adta nekem, meg adja most így el az időszakra a kölcsön, amit nagyon szépen köszönök neki, esetleg eljött hozzá az információ. Jó ajánlókat van azért mindenhol van áll a jó Istennek, én a sajátomat elengedtem már nagyon-nagyon sok éve, de ilyenkor viszont természetesen jó jön. Úgyhogy örök hála érte, nagy a szemek hála. Szevasz Nórika! Shubit szvétát látjuk, jól látom? Szevasz, jaj, múla, come on, az is jó, tök jó. Gyertek, mondjátok, mit hallgattátok szívesen, csapassuk meg. Addicted to love, Sergi.
Steven volt az elkövető, anno is Tech Winter, ugye az elmúlt, azt hiszem, hogy másfél évvel ezelőtt gondolták újra, és nézte meg, hogy mit lett belőle ki, és szerintem egész jól sikerült, én azóta tettem, és olyan társaságnak játszom, mint akár ti is vagytok jelen esetben, akkor abszolút tolom. Igen, a következő felvétel is, amit ugye a Hanvai PG-vel gondoltunk, úgyhogy egy picit megpiszkálunk 2024-ben, és ez volt az első olyan darab bootleg, amire azt mondtuk, hogy akkor na hajrá, ez jó lesz, ez a Last Night, ugye Fidelity-től, Kisekótól, és a Merk Time-ját dobtuk alá, úgyhogy fogadjátok szeretettel, aki még esetleg nem hallotta, a YouTube-on is megtalálja most már. Last Time! Gyertek, gyertek, gyertek! Sokért meg mindenféle ajándékért. Szevasztok, köszönjük, vagytok! Lati Sütének azt mondja, jól láttam azt, hogy így még király. Köszönjük szépen, remélem a zenére gondoltunk. God, please make me better. Bianca, áluld el nekem a nyújjától a Mike Cream, te! Megkaraplak! Lebuktál most! Ricskó Ricsi, köszönjük szépen! Igen, ez egy saját bootleg, Hanvai PG-vel közösen, ugye Last Time YouTube-on fönt van, már rá tudtok hallgatni, meg tudjátok osztani. Köszönet érte! If I told you once, I told you twice. Christopher Rowe, hello! Ha már Anitára kíváncsi neki, hogy miben bukott el, most lemaradtam egy kicsit. Milo is jelent, oké? Okay. Csapassuk! Micsoda hangfalak vannak, az a kérdés? Kérlek szépen, itt be van állítva ugye egy ilyen lejátszó, nézd! Ez egy RX 2-es Pioneer, ő pedig egy 8-szolos NM Audio DVR 8, ha jól tudom a típus, ami egészen kellemesen rengeti a melledet, hogyha ne kitekered a fotmétert. Szóval ezekről hallgatjuk itt van, az egyes stúdióban ugye ott teljesen más cucc van, ez viszont itthon a tökéletes, egy ilyen live-ot bárkinek merem ajánlani. Lassan hetek óta a pörgés alatt van már, ugye, hát még azért a hetek óta nem is, de szilveszter óta mindenképp ugye aznap találtam rá erre a remixre, ugye a Jenny felvételéből, ami szerintem zseniális. Tehát azóta pörgettem, és én azt gondolom, hogy azért érdemes ilyeneket bőven behúzgálni a bulikba, úgyhogy érkezünk a Makibával tovább. Mondom, ott szoktam itt a rádió egyen. Without any rest, I wanna see you sing, I wanna see you fight, cause you are the real beauty of human rights. Oh,
Ennyire veszélyesebb vizekre vezünk, majd zenének elvetessük, majd jól figyelni, tényleg azt gondolom, hogy megint akár klasszikot a mostani óriás lágerekkel, mint ez is. A következőnél majd szerintem kíváncsi a várva rá a kiukat, hogy egyáltalán nem mixünk, amíg egyáltalán. Sztorira. Nagyon komoly csapat áll mögötte, és óriási track volt legalábbis mi szerintünk. Én imádtam. Figyelj csak! A YouTube channelen egyébként nem olyan régen megjelent 2 darab live mix, ugye videóval együtt, az egyik a Cinema Hall, ugye szilveszteri buli, a másik pedig a Győri Mama Mia live mix-e, amire azt lehet mondani mindenkettől, hogy nagyon-nagyon zseniális buli volt, party volt, köszönet, aki ott volt. Nagyon-nagyon jó csapat volt mind a két helyen. Na erre meg, aki emlékszik, az dobja már fel a kezét. Kíváncsi vagyok. Ezt halálkom, olyan mondom. Tehát 4-6 éve hallottam a dalt, és szinte azt lehet mondani, hogy ilyenkor előjönnek azok a dolgok, hogy milyen pici kis hangokból áll össze, hogy milyen hangulatú feeling a zene, és így menet közben, hogy értsétek, ugye, hogy működik egy DJ. Úgy próbálunk ráhangulatni egészen hangulatra a zenékre, az emberekre, hogy figyeljük a zene, én legalábbis én így csinálom, hogy figyelem a zene hangulatát, hogy miből áll össze. És az, hogy mi az, ami hozzá passzol. Legfőképp ez a legfontosabb. Legalábbis hangzásban, stílusban egyértelmű. És úgy valahogy jött az érzés, hogy ezt meg kell változtatnom, ezt az előző benyomás feelinget. Legyen inkább más, ami jobban passzol hozzá. Hangzásban abszolút, mert szinte szerintem egy és ugyanaz. Annak ellenére, hogy a kettő közt elkészülésben legalább lehet mondani azt, hogy 6-8 év van. És a kettő milyen finom lesz egyébként, majd figyelj! Figyelj!
Hoppá, a megérkezés, figyeled? Igazából tényleg az a történetben az egész, hogy egy icipici, tényleg csak egy icipici hangot hallottam, ami nagyon-nagyon hajazott erre a történetre, ami most jött hozzá tovább. Paul Kalkbrenner ugye megvan, nem kell bemutatni, túlságosan túragozni, de ilyenkor van az, hogy tényleg spontanitás kell az, hogy hallgass, hogy mi van, mi történik. És én zenéket most jobban éreztem, úgy gondolom, úgyhogy ezzel szerintem robogunk tovább, aztán jön az eredeti ötlet. Na gyere! Bianca, jégeres tejszint azt nem mondanám, hogy tagadom, mert nehez, de nehéz lenne. Zölibátos nincs, egészségére mindenkinek. Köszönöm, tényleg köszönöm, egyébként rengeteg kollega is beszokott nézni, ami rettenetesen megtisztelő, köszönöm nektek. Rihanna nem is beférhet. Most nézem, fiát akarsz cserélni zenére? Na jól legyen! Holleves Szominak jó főzést kívánunk, mi a menü? Jesszus várjam a vidékébe, tényleg most olvasom vissza a kommenteket, hogy egy picit ide figyeltem a zenék válogatására, vagy keresgélése. Tényleg ez a vidéki, hogy nem tudja valaki, hogy a Győrben történt rengetegszer az, hogy a bulik után, főleg ugye a vertikus időszak után, neós időszak, ami azt jelentette, hogy egy 8 évet a kettő átölelt, és hát ott volt az, hogy mindig az after része, a vidéki büféző, falatozóba, vagy bárminek is nevezzük, miben ott zajlott le, ugye a DJ kollégák, közeli barátok, haverok, vendégek, ismerősök, mindenki, aki velünk tartott, az ugye szívesen volt látva. És hát ugye először igazából én is úgy mentem le, hogy hát mondom, lesz, ami lesz, ugye azt tudni kell, hogy a vidék ezért tényleg ilyen éjjel nappali büfé, ott a busz megállomáson, vagy a busz végállomáson. És hát ott aztán tényleg voltak állatkozások, ott találtuk ki azt, hogy ígyunk tejszínes jéget, tehát hogy az jó lesz. És jó lett, higgyétek el! Kívánságra a TikTok közönségének, a kis csapat, akik ma is itt van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Ez nektek szól. Emlékszel még arra, hogy ki volt az előadó?
Adrián Medúzája egyébként szerintem egy kicsit más lesz, de Adrián segíts nekem, hogyha egyről beszélünk, ugye a Medúza, akkor az a Lokóan Jam Medúza volt, ugye? Mert ugye a Medúza most egy egész népszerű előadó, azt lehet mondani, egy producer. Viszont az a Medúza, amire szerintem így van a Nastya Büt is, az, Adrián jól mondja. Az a Lokóan Jam egyébként, csak hogy tudjon Adrián. Na de az egy kicsit más kaliber, mint a mostani Medúza. És az a Cool volt, azt hiszem, a Laid Back Club, ha jól emlékszem. Ez a 2013 májusából a Milo, ami most már tényleg azt mondom, hogy több mint 10 éves gyerekek. És 2024-ben jön belőle a 10 éves jubileumra való tekintettel egy új verzió mindenképp majd. Insomnia, de jó, jöhet. A Cool volt, az igen, a Cool. Anegwa mothe akora wa mwaki Aniachere tati ako hikye Anyala mosia de kora kara Meg is van egyébként, felszerem híl VS versus Prodigy Breed, Cool Breed. Ha akarjátok egyébként simán belemeltük ezekbe a régi bootlegekbe, hogy annó tényleg egyébként a producerkedés volt, azt mondom, hogy nálam kb. Itt kezdődött el, hogy ilyen kis szösszenetekből próbáltunk összerakni, mondtatni saját verziókat, ez úgynevezett bootlegekként nevezzük mostanában szakmai nyelven. És tényleg egyébként ilyen volt a többek között következő is majd, amit majd rögtön mutatok és játszok. Gondolom, hogy véletlen volt, ez rettenetesen megtisztelő volt. Egyébként képzeljétek el ezzel, azért még azt mondom, hogy lehet, hogy és ne értsétek fel, tehát nem akarom, hogy nagyképpen hangzon. Tényleg azért ez a vertigós korszak egy borzasztó jó időszak volt, és annyira sok jó embert ismertem meg, és annyira, ez most eltúlozva, de annyira elfogultak, váltak, hogy volt, aki tényleg konkrétan magára tetováltatta az akkori logómat, vagy a nevemet, vagy bármi esmé, és ezt egyszerűen akkor sem fogta fel, a mai napig sem. Ugye Adrián pedig ugye többek közt azok közül egyike volt, akik a kocsijukra az, hogy Music by New Week egy matricával ráragasztotta. Tehát ezeket így visszalátni és visszahallani, vagy küldtek róla képet, ezek azért olyan dolgok, amit nem lehet felfogni, és a mai napig nagyon szépen köszönöm nektek, Adrián, nektek is. Brutál. Szóval hihetetlen a történet, de én azt gondolom, hogyha egy DJ-nek azért valamilyen szinten elindulnak a dolgai, akkor ez előbb-utóbb egy olyan visszacsatolás, amire egyszer rosszat, nem hogy rosszat, bármit is mondani, szinte lehetetlen, ami egyszerűen csak annyit, hogy köszönöm szépen. Brutális, ezt azért föl nem fog az ember, tehát az a tetoválás is, vagy az a matrica is. Lehet, hogy részükről nem feltétlenül akar, hogy is mondjam, elveszni a részletekben, de hogyha belegondoltok, azért az ott lesz az élete végéig. Vágod? Tehát azért ez egy olyan dolog, hogy atya úristen.
Szóval rettenetesen megtisztelő volt, ezt most is elmondanám azoknak is, akik mondjuk itt vannak és átélték ezt velem. Többek között az Adrián is ilyen, a Bianca is, csak ugye együtt dolgoztunk. Tényleg azért próbálom keresni a szavakat, mert egyszerűen nehéz rá találni szavakat, hogy mit éreztem akkor is, illetve most is. Úgyhogy szerintem csak így meghajlok, jó? Ez nektek szól. Előtt megérkeztünk, és hát akkor még ugye tényleg tökre nem értett senki a konkrét jó minőségű zeneíráshoz, csak ilyen kis összetákolásokhoz. Az egyik ilyen összetákolás, hogy a tákolmánya, hogy az Anti is szokta nevezni, az kb. Ez volt. Csapatot zenének, hogyha benne vagytok, és az azt jelenti, hogy este 8 óra van, 11-ig meg sem állunk, jó? 11-ig meg fogjuk csavarni, vagy fel fogjuk csavarni a szőnyeget 54.500 like-kal, illetve több mint 130 nézővel. Köszönet mindenkinek, hogy itt vagytok! Gyere, tedd oda! Hagyd lássam már fönnök ezért, gyere csak!
a következőt fogod imádni, nem ez, figyelj! Kedves Réka, ha még emlékszel! Let's begin. Szevasztok srácok, itt mindenkinek még egyszer itt a TikTok channelen, ami igazából tényleg arról szó, most már 5. alkalommal jókat beszélgettünk, jó zenéket hallgatunk. Hello, hello! In the night time, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we better cast a in the skies and in the sand. Design of our world, but ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. Hello a Máténak is, szevasztok, itt mindenkinek, aki most érkezett, szevasztok. Hát, Adrián miért mondod? Hát elementben mindig, hát ahogy kell. Igazából ezt a zene teszi, ezt meg kell mondjam őszintén, én egyszerűen imádom ezeket a zenéket. És hát olyan emlékek törnek ilyen belőle, hogy megőrülsz, nem? Szóval én azt gondolom, hogy ezt az egészet lefogadjuk. Vagy mondhatjuk azt, hogy igazából tényleg a zene hozza ki azokat az emlékeket, azokat a dolgokat, amit ugye átéltünk. És azért zeneinek azt gondolom, hogy abszolút egy termékeny és nagyon-nagyon jó minőségi house zenében gazdag korszak volt. Mint például ez is, figyelj csak! Gyerekek, én azt mondom nektek, hogy tényleg egyszerűen félelmetes, hogy micsoda zenék voltak, és ha ezekre emlékeztek, akkor azt kell mondjam, hogy le a kalappal mindenki előtt. Én nagyon oda voltam ezért is. Pedig egy ilyen kis lötyögő és kis valami, de majd azért érezd a feelinget. Ilyen kis latinos, kis kongás, kis pörgős. Abraham!
hogy egész őszintén vannak itt, köszönjük olyanok, akik emlékeznek ezekre a zenékre. Kaiser Disco, meg van még az, azért ez tényleg baromi régiám. Lehet azt mondani, hogy csak speciális esetekben vettük elő, speciális helyeken. Többek között tényleg ilyen volt a Győri Vertigo, és ott tényleg rettenetesen jó társaság, illetve közönség volt. Aztán ott azért lehetett úgymond bőven elengedni a fantáziáját a diszkósoknak, bármit, szinte tényleg azt mondom, hogy bármit lehetett játszani, és egy többek között a bármibe ez is beletartozott. Imádtam! Jól láttam a Simoncsik Attilát? Gyere csak nagyon gyorsan! Várunk a szomszédban! Nagyon-nagyon jó zenék voltak, én imádtam. Olyan feldolgozások, ó, a Dezsi már érzi, és ő már tudja, hogy mi érkezik. Figyelj! Szemezgetünk igazából, lehet azt mondani, hogy a legjobbából. Én imádtam ezeket, figyelj! Lucio 007, vagy nem tudom, bocsánat, Lucio 7. Ezt rettenetesen megtisztelő hozzászólásnak gondolom egyébként az Attila munkásságát. Szakmailag én is borzasztóan tisztelem, egy nagyon-nagyon profi lemezlovasnak gondolom. És tényleg azt mondom, hogy ha lehet valakitől tanulni, akkor az többek közt, ugye én annó Hamvai Pícsitől tanultam. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt ilyen embereket annó megismerni, mert hogy ők akkor, amikor én nekiálltam ennek a diszkózásnak ugye 2005 környékén, akkor tényleg azt mondom, hogy ők tényleg a legeslegtetén voltak a csúcson. És azt gondolom, hogy mai napig is töretlenül talán a leghosszabb ideje tartó karrierrel rendelkező lemezdolvasokról van szó. Úgyhogy ezektől az emberektől tanulni egy külön megtiszteltetés volt. Illetve tényleg azt mondom, hogy még ha még esetleg nem volt itt a csapat nagy része vagy zöme, ugye ezekre a diszkósokra, akkor most együtt dolgozunk a Rádió 1-nél, ami megint csak egy nagy megtiszteltetés és köszönet. Lehet most szavazni is, és most nem ezért szól, vagy nem erről szól ez a live, de azért el kell, hogy mondjam, és meg kell, hogy érzem, hogy ezek a lemezlovasokra érdemes szavazni. Tehát közülünk a Rádió VG közül tudsz szavazni a Facebook oldalán, a Rádió 1-nek, az applikációjában, a weboldalán. Az én Facebookomon is kint van egy közvetlen link, amikor ahol rám tudtok szavazni, amit nagyon szépen köszönök, illetve köszönöm azt, hogy itt vagytok velem. Úgyhogy jó szórakozás, szerintem 11-ig nyomjuk, gyere! Olyan darabok kijönnek elő, kérem szépen, még én is csodálkozom, mert hogy egy olyan felvétel, amire szerintem így ebből a kis szösszenetből, ami szól már alattunk, nagyon nem jön rá senki, elmondom majd rögtön, hogy miért. Ugye régen a house zenéket nagyon-nagyon sok hosszú alapra építették, olyan 6-8 percre, tehát úgy csak mindig épülget fölfelé. Aztán egyszer csak megjön a téma, és onnantól kezdve szétesik minden. Delirium be fog figyelni. Tisztának, szia, hello! Tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott eddig is. Debrecenbe csókoltatunk mindenkit, szevasztok!
Musical, ugye ő volt az, aki nem is elrégen csinált egy olyan fantasztikus felvételt, amire azt kellett mondani, hogy tényleg egy után is jó, figyelj! Tehát, és mindenki alkalmazkodik, igazából azt lehet mondani, jelenlegi trendekes stílusokhoz, alkalmazkodik a zenei vonulatokhoz. Jövünk szépen vissza, erre az időre! A 90-es évekből is így van az Eurodisco feelingből, azért de nyilván az a kemény, hogy mindig előkerülnek ezek, nem azt hiszem, mert értek, hogy ilyen 5-10 évente mindig előkerülnek. Egészség! Paul Hardcastle Attila. Hozd egy gyorsabb pendrive-on, mi az? Végelig azért nem vadulunk valamire. Köszönjük szépen fölfelé, tessék fölfigyelni! Bottesi például mit tud? Mit tud, amit én nem? Simon Csikati, gyere át, meséld el nekünk! Egy Jack Daniels-szel megkínálunk, hogyha átérkezel. Jeke, jeke, de jó a Geri! Jó vagy! Sweet symphony, this life, trying to make ends meet. You're a slave to murder, then you die. I'll take you down. These bands were here like a couple of months ago. Több mint 60,000 lájkkal, 120 körülbelül nézővel változik, volt 200 és ugyanébb, vagy 200 fölött is. Tök mindegy, mennyien vagyunk, én nagyon köszönöm nektek, hogy itt vagytok velem. Érezzétek jól magatokat! Most a szüli nap, jól látom? Itt le köszönjük szépen, a Dankának volt a szüli nap, tényleg, tényleg, emlékszem. No change, I can't change, I can't change, I can't change, but I'm here in my mode, I am here in my mode, but I'm a million different people. Hogy szereti az élő jön, én meg szeretem, ha itt vagyok, és tényleg mondasztóan köszönöm. Jól esik, ennyi. Nem sírim volt rá alkalom, viszont azt gondolom, hogy két esetben is egymás után megyünk abban az irányban, vagy legalábbis, amit DJ Junior képvisel zeneinek mostanában. Egészségedre, Dezsiké, egészségedre. Nem tudom, hogy hallottátok-e.
akkor hát tüsszentett. Be the one and only, take all control. Stay with me forever, at least for the night. Köszönöm szépen, ha megosztjátok a live-ot, köszönöm, ha hozzászóltok, és egyáltalán az, hogy itt vagytok velem. 300 ezerig megcsinálunk, így van. 60-nál vagyunk most, gyere! Szóval nekem mondjam őszintén, és sosem gondoltam életemben, hogy ezt fogom játszani bármilyen verzióban is. Egy viszont biztos, hogy jelen esetben azt lehet mondani, hogy elérte azt a szintet, hogy a rádiós szinten is, illetve buli szinten is bármikor, bárhová elő lehet venni, sőt be lehet tenni. Érthetetlen számomra, hogy miért. Tényleg zseni a zene egyébként. A feldolgozás még megint csak. DJ Zsuzsa a háttérben. Respekt neki is. Sarà perché ti amo. Megmagyarázni, hogy ebben a zenében mi van, hogy mitől vették most elő, de egyszerűen ez van, mindenki imádja. Ugyanaz, ha mindig pedig úgy veszünk, egy kicsit ilyen poén is, mert ugye gyerekkorunkból ismerjük, meg mit tudom én, szóval le a kalappal. Tanuljunk onaszul! Itt a hátul ülők mögül állítólag azt mondják, az olasz életérzés. Tényleg nem tudom, hogy miről szól a tiámo, annyit tudom, hogy szeretlek, hogy jól tudom, kb. Ennyi. Ez az karasz, hát akkor már ki, hogy érzi. Bár én azt gondolom, hogy többségünknek, akik itt vannak most velem a live-ban, valószínűleg tartom, hogy azért vannak hozzá emlékei. Thank you.
diszkóról beszélünk, szerintem nagyjából ez a legtetére, tényleg. Nem voltam érte oda az eredményre, ez be kell vajon őszintén. Ez viszont, ahogy látom a közönséget, és ahogy mondtam is, szerintem manapság, de nem csak manapság, hanem a DJ feladat az, hogy a közönséget szórakoztassa, és arra figyelj, hogy neki mi jó. Én azt gondolom, hogy ez manapság simán belefér egy buliba. Took a ride to the end of the line where no one ever goes. Ended up on a broken train with nobody I know. Relax, gyerekek, relax. But the pain and the longing's the same when you die. Na, ezt viszont kifejezetten szerettem az eredetit is. Now I'm lost. Rendben, szeretnél Liesztot? Legyen így. Relax. Biztos nem lesz. Legalábbis remélem. Feltolgozva. Jó, azért én is zsíványság, mint ahogy szokott az lenni, most főleg 2024-ben. Nálam azért egy mikor relax így szó, figyelj. Sosem kóstoltam még. Ugye? Figyelj csak! Kicsit erősre sikerült egyébként. Arról szólnak, hogy bármiféle olyan zene, ami hauszeri keretemben belül előfordul, úgymond a fejetekben, a bucsokokban, vagy úgymond kedvencetek volt. Azt én tényleg azt mondom, hogy most ezen alkalommal, amikor live-ozok, akkor simán betonom. Természetesen azért az én úgy gondolom, hogy hogy is mondjam, saját metódusomban vagy gondolkodás menetemben, illetve oda illeszem majd, ahová szerintem illik. De úgy szépen lassan figyelek mindenre, hogy mik jönnek érések, természetesen legyetek nyugodtan bátrak idézelben, zenegenek, bermezzek, de azért a kommunikációban maradjuk a zenén belül. Hát ezeken belül azt gondolom, hogy simán partner vagyok ebben. Úgyhogy Isten hozta Simon Csik Attilát is. Ezt figyelj, megjött a következő szomszéd. Na ez a durva, figyelj! Figyelj! Esküdj! Tegyed fel a kezét, aki szereti ezt a futballcsapatot! FC! Ő az, tényleg? Barcelona? Csak így simán? Mondd el neki! Hajrá, FC Barcelona! Nézd, mennyi lájkot kapott! Figyelj, atya úristen!
nézd meg, tud még spanyolul is, bármilyen nyelven is szólhatnak. Szóval, hogy én is soraim, tényleg azt mondom, áldjam a jó Istent, hogy én ilyen helyen lakom, hogy ilyen nagyon jó fej és drága szomszédaim vannak. És hát ugye, hát, hogy is mondjam. Jó az így, nem? A Real Madrid az. Vagy az Argentina, nem? Az, a, az ugye tudod, az a lány volt. Ő is DJ. A gyerekek tényleg most olvasgatom, hogy ha ennyien lennék együtt szomszédok, azért itt nagyon kemény bulik lennének már. TikTok, figyelj! Nyilván ez nem a reklámhelye, meg nem is akarom kibeszélni ezeket a szomszéddal együtt nézni, úgymond idézelve TikTokot, de az úriembert, akit az előbb látok, nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire képben van a mostani trendekkel, zenékkel, előadókkal, mennyire egyszerűen félelmetesen, idézőjelben nekem is félelmetesen durva, amit ő zeneileg szeret, hallgat, és egyszerűen amiben ő él, létezik. Szóval nagyon kemény. Ti a legjobb helyen vagyunk szerintem. Ain't no holly bad girl. Ezt nem tudod elképzelni, tényleg Konrád Attilának mondom, ezt nem tudod elképzelni, hogy az én Attilám, hogy mennyire durván képe van mindennel. Szóval az a lényeg, hogy tényleg azt kell mondjam, hogy rendeletesen megtisztelő, hogy ötödik alkalommal is még mindig itt van a csapat, és még mindig hozzá tud szólni, és még mindig meg tud lepni azzal, hogy egyszerűen beleteztek mindent, apai tanyát, én is igyekszem zeneinek mindenféle oldalamat megmutatni, hogy mi az, amit szeretek szívesen hallgatni, illetve mi az, amit szívesen játszok a bulikban. Igazán van más szó, nincs jelen, mint az, hogy pervers dolgok, ennyi. Szóljátok nyugodtan a szóval, és ezek az elegyi itt vagyok, szavazzatok rám, hogyha úgy gondoljátok rám, hogy DJ szavazásért. Köszönöm szépen!
more can you go? Turn it up! Here we go again. Bass! How low can you go? Turn it up! Check this out. How low can you go? Death row, what a brother know. Once again, back is the incredible. Prime animal, the incredible me. But we're gonna be number one. 5, 4, 6, 3. And I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the racks of the Terminator X-Fun. And they got me in a cell with my records they sell. Cause a brother like me said, well, fair, cause I'm profit and I think you wanna listen to. But if I say to you, what you wanna do is follow for now. Hear what the people say, make a miracle. Me, I'm the lyrical. Black is back, all in. Kapcsolatban, mint az internet kapcsolattal, már bocsánat, tudtam ezt közben követni, mert ugye jelen esetben nekem visszafelé minden úgy mutat, hogy minden rendben van, tehát én látom magam folyamatosan, de írjátok már meg, hogy mi történt, tehát hogy megszakadt a net, vagy most már van minden, hallunk minden, megy a zene, meg minden oké? Okay? Gyerzsének köszönöm szépen, Csabika neked is köszönöm, vaj de jó faszal mindenki. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a whore. Hát ezt a jacket szerintem semmilyen interneten bírja egyébként, az biztos, rettenetesen jó. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking hoe, I love it, I love it. You're such a fucking hoe. Give me something naughty, baby. Van a hangot, rátesszük, tessék szólni, hogyha valami nincsen rendben. Köszönöm a visszajelzést! Remélhetőleg most már mindenki jól hall, jól lát minket. Elnézést az előzőért, remélhetőleg nem a mi internetünkkel van probléma, vagy nem tudom, hogy országosan van valami. Ugye voltam olyan régen az, hogy nem tudtunk másfél órán keresztül ugye telefonálni sem, ugye ez nem rajtunk múlott. De a lényeg, hogy most már bízom benne, hogy mindenki jól lát, mindenki meg tudja akár osztani azt, hogy itt vagyunk, és jól is érzi magát. Végig nem tudjuk, hogy mi újság van a TikTokkal, bízom benne, hogy bírja. Tapasztik, össze szépen a visszajelzést, tényleg mindenkinek nagyon szépen köszönöm a visszajelzést, azt, hogy itt vagytok, azt, hogy megosztjátok, hozzászóltok, rendeletesen megtisztelő, köszönöm. Hanem egyszerűen csak érezz jól magad igazából. Tényleg azt gondoltam, amikor elindítottam ezeket a live kis adásokat, hogy egyrészt egy picit közelebb kerüljünk egymáshoz, tudjunk beszélgetni, tudjunk jó zenéket játszani, bemutatni, ami részemről egyébként egy cél abból kifolyólag, hogy ahogy mondtam is a live alatt, ez alatt a live alatt, hogy azért van arra jócskán példa, hogy Magyarországon a diszkók fő, úgymond nem ez dovasai, egy picit vele kényelmesedve, saját egyéniséget nem generálva, vagy úgymond produkálva, egyszerűen csak csinálják a dolgokat. Én azt gondolom, hogy zeneileg kell ezt megmutatni legfőképp általában, hogy
egy diszkós mire is képes. Én ezt gondolom. Én zeneileg próbáltam mindenféle téren kibontakozni, és egyszerűen imádtam jó zenéket játszani, mert imádta a közönség is. Témák vannak, amiről kezdek úgy látom, nem maradni, hogy Kriszti, mint legyék, Brigé között mi folyik itt? Mi folyik itt, gyerekek? Anita, nagyon szépen köszönöm, és tényleg igyekeztem ezzel lehetőleg úgymond kitűnni a szürke dolgokból, vagy mit tudom én, szürkegerek közül, és akkor jó egy DJ, ahogy mondtam, és nem olyan lenne, hogy akkor egy DJ, hogyha tényleg a zenével fogok. Viszont hogy kompletten választva nem szeretném, hogy bárkit a másikat úgy esetleg megbántsa, vagy bármi, és ez nagyon fontos, szeretném, és lehet, hogyha lehet ilyet mondani, ezt most nagyon ilyen nagyképűen fog hangzani, de lesz szeretném, hogy vagy el is várom tőletek, hogy ne bántsátok egymást. Tehát ezekben a beszélgetésekben, TikTok live-ok alatt lévő csetelésben nem arról szól, és nem is kell itt egymást piszkálni. Mindenkinek meg lehet a saját véleménye, mindenkinek legyen meg a saját véleménye, viszont kérem azt, hogy tartsa tiszteletben azt, hogy mi a másik véleménye. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Úgyhogy nem tudom, hogy mi történt, de remélem, hogy semmi komoly. Hopp egy csúci, de rég láttalak, szevasz, üdvözöllek! Nándi szerint megérkezett Bobby, de jól mondja. Nek hozzá egy kis meglepi majd, figyelj! Mielőtt otthon énekelnéd, megtévesz majd. Open up your heart, what do you feel? Kelemen Norbinak csókoltatjuk Ildikőt is. Itt németbe kint kitartást. The Big Bang may be a million years away. But I can't think of a better time to say. Mi és Norbikám, csókoltatok mindenkit, jaj de jó füle van itt valakinek, Csonka Sándor Gogónak, atya úristen de jó füled van, egyem a szíved. Úgy bizony, miért tisztelt hölgyeim és uraim, lavírozgatunk, ugye, hogy szokott ez nálunk, vagyis nálam lenni itt a kis konyhában. Az, hogy belekóstolunk egy picit a klasszik vonalba, és belehúzzuk azt is, ami tényleg a régmúlt, vagy lehet, hogy azt mondani, hogy az, amit imádtunk, szeretnénk, és a mai napig nem tudjuk elengedni, én például ezeket nem tudom. Sőt, igazából azt mondom, hogy nem is akarom. Gyere Attila, játsszál valamit! M-
megmutatjuk Attilának, hogy hogy működik a DJ pult. Ezt nyugodtan itt húzd, legyen. Attila DJ lett. Rock and roll. Mondanék, kedves TikTok néző, hallgató, drágaságaim, hogy a gatyát bugyit kössétek most fel, jó? Most keményen, figyelj! Köszönöm szépen, aki ma is szavazott egyébként. Isusam úgy látszik, hogy igen, és neki tényleg, neki is, meg mindenkinek, tényleg. YouTube, meg van még a történet, azért tessék majd jól figyelni. You told me the music matters. Ooh. And to chase the dogs back from my door. I won't stop here, I won't be still until the sun sets. Na, gyere, tessék föltekerni odahaza is. Music matters. Az ötödik live alkalmában. Szevasztok, srácok, aki most jött, én Newvik vagyok, innentől kezdve egészen 11-ig ráérőképp. Ugye hát nyilván azt, hogy most meséltem is, vagy akik itt voltak, azoknak már meséltem, hogy ugye benéztem, hogy a ma este igazából a Békés Csaba helyett maradok itthon, ami annyit tett, hogy 11-ig bőven ráérünk, úgyhogy zenélgetünk. Tartsatok ki, hangalit feltekerni. Néhány Antalnak köszönjük szépen a hozzászólását, hogy mekkora zene, óriási a zene tényleg. Gubi Krisztit is láttuk, Krisztika csókoltatlak. Meg a Pistit is. Meg az Esztikét is. Zárója beteszem, ő Dezsi barátunk kedvence. Music matters. Faithless. Under the sheets with my radio turned down low, so nobody know it's the late night show. Hoping to hear Hey Joe. Jimmy was my hero. Head blown by Todd R. A wizard, a true star. From Bama Lama to Tam Lamo.
Curtis Mayfield to Curtis Blow, singing into my pillow and praying I don't doze until my 9-volt battery goes. Go, go. You told me to look much further. You told me to want much more. You told me the music matters. Slam Junior Aquarium első szám, segíts bennem! Nem fog beugrani. Amit a Zsazsa első CD, vagyis a CD-nek az első száma, azt most így nehezen fogom tudni megmondani, ez kb. Mint a Stravinsky sárga CD 8. zene, mi volt? Biztos, hogy jó volt, mert imádtuk. Ha megmondod a címét, esküszöm neked, bemegyek, letöltöm, ha nincsen, megint a pendrive-on is berakom. Csak mondd meg a címét. Kellner doktor is megérkezett, szevasz! Smile-on már túl vagyunk! Viszont ez még sok finomság, figyelj! Most tegye fel mindenki a kezét, aki szerette, ismerte, emlékszik erre a zenére, legalábbis az eredetére. Ez egy picit más, ez egy saját feldolgozás ebből a Juma Sound Systemből, The Jeans. Átéven Club Shakers, ugye mi barátunk is, szerintem én Newwick, nagyon imádtam. Chris J vágja, nagyon nagy muzsika csapatta, tényleg nagyon jó. When it's sunny! Isten, te jó Isten, de tényleg miért botlottam bele, ugye épp a bootleg bakpák között lavírozgattam, és ugye beszéltünk arról, hogy legyenek köztük olyan, ami, vagy legalábbis a mai repertoárban, ami úgymond félig meddig saját. Volt egy próbálkozásunk, ezt most így röviden elmondom, és nem akarom húzni vele az időt, mert ezt a zenét, ami most szól, imádom, hogy a Legends-t. Volt egy próbálkozásunk Ágnessel, aki egyébként az Ágnes és Vanilla énekese volt. Volt egy olyan felvétel tőle, amit szerintem nem kell bemutatni majd senkinek. Ez lesz a következő. És megkértük arra, hogy hadd csináljunk belőle egy remixet, egy akkori, az évszámot most nem mondom, hogy mikori, akkori aktuális stílusnak megfelelő remixet. Előkerült. Ha megengeditek, megmutatnám nektek. Nem tudtunk vele nagyon messzire menni, mert hogy megvoltak az akadályi ennek, viszont egy dolog biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kis felvétel volt. Ráadásul egy olyan, amit én tőlem igazából talán nem biztos, hogy megszoktatok, magyar nyelven énekelnek benne. Úgyhogy figyelj, kapaszkodj! Busz, balett és az akvárium. Esküszöm, utána nézek. Most tessék figyelni!
Kelemen Norbi, köszönöm szépen. A Paul, ugye az a logó található, mint ami a kezelem is, ugye ez egy New Week-ból a V betű. Mondtad, te egy ilyen saját brandinggel, de nem feltétlenül emiatt felvett a mai láb miatt, vagy a live miatt felvett póló. Néha előfordultam benne bulikon, én igazából őszinte leszek hozzátok, én nem vagyok ilyen, bocsánat a kifejezésért, ilyen egoista, hogy ilyenekbe járjak, viszont úgy gondolom, hogy néha kell ilyenben megjelenni, vannak olyan helyek. És ugye ennek apropóján készült ez a kis textil, mondták így. Ebben viszont egész biztos vagyok benne, hogy sokan nem hallhattátok, vagy nem hallottátok, mert ugye ezt nagyon YouTube-on meg sehol se lehet hallani. Viszont Ágnes Vanilla, ó szép nyugodj! Na ezt annól mit csináltuk, ezt a verziót? Imádtam én is! És ugye aki itt van velünk most már jó régóta, több óra elteltével is, az Adrián, ő valószínűleg sejti, vagyis ő tudja egészen pontosan, hogy ezt tanul még tényleg Győrben, az az időszak volt ilyen 2008 és 12 közötti időszak, amikor a Vertigo-ban voltam rezidens, hogy ezt akkor csináltuk. Tehát gyerekek, ez már nagyon-nagyon régi zene. Azok, akkor ez volt a menő. Klasszik, respekt. Ígyunk, így van, egészségetekre, gyerekek. Ágnes Vanilla, ó szép nyugodj. József Attila verse. Hol is vagyok, egy szalmos álladon, helyezkedik a csontozott moton. Kis szálasz táncát iszkálgál szózol, zúzódik szüsszen iszad és buzol. Fönn a hegyen áldott pont a köd, mint egykor mellé előd. Bajos szélja jár, csöndben hallgatom, hulló haja. Közel 200 nézővel, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, hogy megosztjátok, hozzászóltok. Ez az a live, ami az ötödik egészen pontosan sorban, vagy megszállul a tök mindegy, igazából ne foglalkozunk vele, egy a lényeg, érezd jól magad. És ha megosztod, azt megköszönöm, vagy hogyha DJ szavazáson, a nálék DJ szavazáson szavazol rám, azt meg még egyszer nagyon szépen köszönöm. Na ez meg az a cool food leg, ami nagyon szólt mindig, figyelj!
Volt egy címben, amikor azt mondtam mindenki, hogy figyelj, van ő Digris Pingvin Disco. És tényleg jó volt. Suck my motherfucking dick. That maybe were better songwriters. I don't know. Better lyricists, better vocals. I can't say that, but I do know this. Közben Józsa, Tomi cimboránk is, kedves Tomikám. Képzeld el az a szituáció, hogy épp egy picit benéztem a Békés Csabai dátumot, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én ma este a Mamma Mia-ban lépek fel Békés Csabán. Ugye egyet elfelejtettem, hogy át kellett volna jönni februárra, úgyhogy ma este itthon vagyok a kis csapattal, illetve veletek, amit nagyon szépen köszönöm. Remélhetőleg mindenki jól érzi magát, remélhetőleg mindenki azt gondolja, vagy azt kapja zeneileg, amire számított. Én azt gondolom, hogy maradok hű önmagamhoz, és egy zeneileg pervez repertoárral készülök, mint minden alkalommal. Lehet mondani azt, hogy fél évben is spontán. Tomik a kislányának, annak a gyönyörű szép kis fürtös kiscsajnak szeretnénk küldeni egy nagyon-nagyon nagy csókot. És reméljük, hogy sokat fog táncolni erre majd. Smack my picture! Azért ezt fogjuk, hogy hol tartunk zeneileg, és honnan indultunk el, ugye? Nagyjából 9 óra 10 magasságában átlépve a 108 ezer lájkot, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek, illetve azokat a szavazatokat, amit megkaptam, és meg is fogok még talán tőletek kapni, és ebben egészen biztos vagyok, mert hogy azt láttam minden nap, és higgyétek el nekem, most ezt nem ilyen nagyon erőltetetnek, sőt, igazából ezt az egész live-ozást sem vegyétek olyan túlságosan, hogy is mondjam, halál komolyan. Értsetek jól, ez egy ilyen olyan indítatást tőlem, aminek csak annyit szeretnék, hogy ösztönözzek mindenkit, hogy egyszerűen csak kapcsoljon ki, hallgassa a zenét, érezze magát jól, ha van kedve, szóljon hozzá, ha van kedve, ossza meg, ha van kedve, és hallgat rám, és bízik bennem, akkor zeneileg egyszerűen csak engedje el magát. Legyen itt, érezze, és élj át a zenéket. Fucking love song. Na,
ez egy tipikus hanvai PG ismertető zene volt, így van. Rettenetesen köszönöm, hogy itt vagytok velem, hölgyeim és uraim, Isten hozott mindenkit itt a TikTokon. Köszönet a szavazatokért, rádió egy pont, vagyis hogy a rádió egy szavazásán, ugye a rádió DJ szavazásán, ugye megosztottam többek közt már nagyon sokszor a Facebook oldalamon is rajta, hogy most már nagyon sokak idegére megyek, ezért elnézést kérek szépen, viszont nem kell ilyen halálkomolyan menni, ez tényleg arról szól, hogy szerintetek ki a legjobb, népszerűbb, vagy bárhogyan is nevezzük a rádió egy DJ közül a csapatból, és én azt gondolom, hogy tényleg a kedvenceteket vegyétek elő, gondoljátok végig. Ha úgy gondoljátok, hogy én vagyok, arra fogok egyszerűen csak kattintsatok arra a linkre, amit kitettem. Nyilván én is próbálok poénkodni vele, egyértelmű. Viszont, ahogy látom, itt vagytok velem, és köszönöm. És ez a legfontosabb. Have you ever wondered why it is we fall in love? Can you tell me? Ez rohadt nagy zene. Do you know what it is you're looking for? Can you tell me why I care? How is it that we? Nem tudom, hogy tudtok-e, vagy szerettek-e sakkozni. Ugye annál az a lényeg, hogy több lépést előre gondolj. Na ilyen a diszkózás is. Most tudok három lépést előre. Nyilván nem csak most, hanem csak úgy nagyjából azért jeleztem, hogy tessék felkötni gatyád bugyit. Tessék megosztani, szólni a szomszédnak is, hogy a Konyha Live 5. alkalommal 200 fölött fullban, 100 000 nézővel. Itt van veletek, köszönöm! Batrit nem tudjuk, hogy áll, reméljük, hogy nem merül le. Szépen köszönöm, úristen, a filmjezőnsz elfelejtettem, be fogom tenni, ígérem. Szóval arra próbálok ösztönözni mindenkit, hogy tényleg csak dőljön hátra a fotelben, hogyha a fülhallgató a fején van, akkor hallgassa hangosan azt a zenét, amit innen tolunk. Vagy tolok, tök mindegy. Attila is játszik. Játszod? Összvenek? Nem, biztos? Biztos? Mondod meg, gyere. Szerintem menni fog. Szóval csak érezd jól magad, figyelj!
Reneké, René úgy gondolja, hogy imádja a konyha live-unkat, amit én meg imádok, és nagyon szépen köszönöm. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kezét csókolom a hölgyeknek, nem ilyen tiszteletem az uraknak, egyszerűen csak azt mondtam, hogy rettenetesen hálás vagyok, hogy itt vagytok velem. Figyelj! Barátunk a TLC-n üdvözölve. Szeretnék egy picit azt mondom, hogy talán, hogyha van lehetőségünk rátenni egy fél másodpercre, vagy fél percre arra a dologra, hogy ugye hamarosan Jászkolbász Fesztivál, ugye Jászberényben, ugye, ami arról fog szólni, hogy van egy olyan nap, amin kifejezetten csak ilyen zenék szólnak, ugye klasszik nap. Ezen a klapon, ha jól tudom, a Bárány Attilával, a Hamai Pécsivel közösen back-to-back kezdünk majd, ami annyit jelent, hogy egyető egyetért, amit imádni fogunk már most, mert hogy igazából tök jól működik közöttünk. Ez egy olyan, mint egy, értsétek jól, amit most fogok mondani, nagyon pervez, ez mint a szexben a kémia. Tehát zeneileg is van egy ilyen kémia, hogy vagy működik, vagy nem. Na ő vele nagyon-nagyon jól működik, és együtt fogunk játszani majd a Jászkolbász Fesztiválon, nagyon várunk mindenki nagyon szeretettel, tessék után nézni a Facebookon. Február 11-én ott találkozunk szombaton. Te jó Isten, egy levegővel végigmondtuk. Na figyelj! Az E-Studio-t Konrád Attilának mindenféleképp fogom küldeni. Imádom az E-Studio-t, először még Bakelit rohaltam. És ugye a Fatboy Slim volt még, amit imádtam. A Star 69. Jövünk ezekkel, gyerekek, maradjatok velünk, hangosítsátok fel, szóljatok a szomszédnak is, gyertek a Jászkolbász Fesztivál, ami Jászban éppen lesz majd február 11-ben kimegy, Hamari BG, velem nyúlik kell, csak is kizárul a klasszik zenekkel. Kurva jó lesz! Kapaszkodj, kemény lesz! Tudtunk a vonal felé, amit igazából szerintem nagyon sokan vártak, és nagyon sokan visszajelzésként mindig megírják, hogy tetszik. Remélhetőleg most is kapom majd azokat a visszajelzéseket, amire eddig én azt gondolom, hogy... This is silence! Szóval amire eddig is azt gondolom, hogy milyen így a háttérben reménykedtem és számítottam itt ez is. 21-25-kor, ami annyit jelent gyerekek,
másfél órán keresztül fullban élőben itt a Tintokon csapatásban. Tessék kapaszkodni, indulás van! És te hozzad mindenki Ibizán, gyerekek! Tiffany és Stephanie, menjenek lefeküdni! Ők ikrek, gyermekek, valószínűleg lányok, ugye? Bár a mi kis családunkban az Tiffany és Stephanie az egy kicsit más értelmet nyert annól, mikor még megismerkedtünk a feleségemmel. Nem akarok erre asszociálni. Tiffany, Stephanie! Tessék lefeküdni! Köszönjük viszont, hogy itt vagytok. Anyukádikat meg csókoltatjuk, meg apukádat. Csináld meg! Köszönöm, hogy itt vagytok velem ma este is. 11-ig nem állunk meg, 11-től alszik a gyerek, azért kell lekapcsolni majd. Addig tessék szépen kinyírni néhány pálinkás vagy bármilyen üveget, amit igazából úgy gondol az ember, hogy szívesen megkóstolna. Mi is hasonlóképp teszünk. Érezd magad jól, ez a lényeg. Köszönöm, hogyha rám szavaz a Laládé DJ szavazásán. Köszönöm, hogyha eljössz a Jászkobász Fesztiválra, vagy február 11-én ilyen klasszik zenéket hallgatni. Köszönöm, ha megosztod ezt a valási live-ot. Köszi, hogy itt vagy! Szeretném most már látni a kezeket fönn a magasban, egy szívecskével gyere, told meg, hajtássam, hol vagytok, gyere, tiktok, gyere! Még 300-an nem voltunk egyszerre, úgyhogy csináljunk egy mai ilyen időzőben rekord kísérletet, ha benne van a csapat. Osszuk meg, szóljunk a szomszédnak, bárki, aki itt van és szeretné hallgatni. 300 fölé, gyere, menjünk, gyere! És innentől kezdve kösd fel a gatyát, bugyi! Don't stay if you don't want to.
Betűvel kezdődő felvétel, amire tessék felkészülni, tényleg testileg, lelkileg, gyerekek. Megőrülésnek, fülorgazmus, ennyi puding, aki alszik. Ilyen furcsa témák mennek itt az asztalnál, Alvin és a mókusok. Nézd oda, mi van veled? Nevezi, teljesen mindegy. Frida, ki hogy ismeri. Ez van, papa. Ilyen zenéket toltunk, szerettünk, imádtunk, és én a mai napig én azt mondtam az előbb is, hogy nem fogom ezeket elengedni. Miért? Mert még mindig a legigényesebbnek mondható az összes. Föl a kezét, aki egyszer végig tudta ezt táncolni, ezt az egészet úgy, hogy tudta követni a ritmust, mert én nekem még az elmúlt lassan 20 év alatt, mióta diszkózom, egyszer se sikerült lehetni, de még nem annyira öreg, viszont egyszerűen félelmetes, hogy ezt produceri munkával lekövetve, így megcsinálva, le a kalappal, Kolesszár Ákos alias Balzak, hogy ezt hogy hoztad össze,
de igazából talán inkább az eredeti előadót kérdezném meg, Eric Price-ot, hogy ez mi van? Ez hogy? Kelemen Norbi, Hiszinen át a Szabi. Személyenleg az, amilyen ez jobb, bocsánat, sorolhatnám tényleg a végletekig. Rendeletesen köszönöm mindenkinek, akik itt vannak, most még mindig velem a live-ban. Az ötödik live-ban, amire azt gondoltam volna, hogy igazából talán senkit nem fog érdekelni. Hál' Istennek, minden alkalommal megleptetek, minden alkalommal überelkik ezt az egészet. És minden alkalommal úgy megcsináltuk, idézem a buli végét, nagyon finoman próbáltam magam kifejezni, amit nem hittem volna. Köszönöm! Köszönöm, ha itt vagy, köszönöm, ha hozzászólsz, köszönöm, ha rám szavazol, köszönöm minden, ennyi. Nincs tovább. We'll be right back.
minden titkot, gyere, 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 mutasd meg, milyen, mutasd meg, mit szeretsz! A szomszédnak is jelentő kezdve nem kímélünk senkit zeneileg, nem szarozunk már, bocsánat a kifejezésért. Csak simán úgy örömzenélés van, vágod? Köszönet a követésekért, köszönöm szépen a megosztásokat, köszönöm a szavazatokat, ha rágy vagy oldalán, köszönök mindent, de legfőképp azt, hogy egyszerűen azzal, hogy ennyien itt vagytok velem és ilyen aktívak vagytok, hogy egyáltalán ezt az energiát, ezt a mindent beleteszitek. Ez bőven túllép azon a határon, amit én elképzeltem ebben az egészben, úgyhogy örök hálám érte.
egyszerűen zseniálisak vagytok, hogy zeneileg mire vagytok képesek, mennyire vagytok befogadóak, és én igazából, ahogy mondtam is többször már én a ma este, hogy erre vagyok legfőképp kíváncsi, hogy mennyire lehet kihúzni, mennyire lehet megpiszkálni az oroszlán bajszát, mennyire vagytok befogadóak, és tényleg másképp ezt nem lehet mondani. Ez zseniális, ami ma este itt folyik zenélek. Egészségetekre! Kezed, tedd csak magasra! Mondani itt a háttérben azért a szomszédság, meg a határon túli barátság ott van megbújva. Nem mernek idejönni budingok, tudod milyen ez, vágod. Hogy miért? Rögtön rá fogsz jönni. Ha szeretted a filmet, akkor csak egyszerűen, vagy sorozatot, akkor csak egyszerűen engedd át magad neki. Egészségedre! Szevasztok!
you and me. And if I'm recorded, I make a deal with God. And I get in the spot of places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Tőle, viszont ez a felvétel, ami most következik, szerintem valószínűleg mindenkinek mosolyt csal majd az arcára, hogy miért, azt rögtön elmondom, vagy elmagyarázom. Az Ákos, akiről beszélek, azt nem kell talán bemutatni annak a társaságnak, aki most itt van velünk. Sőt, a felvételt sem nagyon. Az, hogy így sikerült ezt feldolgozni, az egyszerűen szerintem zseniális. És egy olyan felvételről beszélek, ami azt mondom, hogy magáért beszél, figyelj! Vannak olyan dolgok, amire nem kell beleszólni, és többek között tényleg egy ilyen zenét hallottunk az előbb. Ugye a Stranger Things-nek, a sorozatnak egy zseniális betétdalának a feldolgozása, ami egyszerűen félelmetesen jól sikerült. És ezen felül a következőkben tényleg csak olyan zenék, amire azt lehet mondani, hogy örömzene, figyelj! Istenozott mindenkit, Istenozott mindenkit! De, Kriszti, de! Ez tényleg az lesz! Polly Robinson, vagy Robsonnal, bocsánat! Balzakkal! A Dreaming! Ezért imádom ezeket a live-okat csinálni, gyerekek, mert hogy egyszerűen annyira kinyílunk az idő vagy órák alatt, hogy egyszerűen félelmetes. És ez a lényeg. Érezd jól magad!
zene, szebb, mint anyák napja. Mesélős, délutános, leülünk, bármit csinálunk, zene. Azt vágod? Simona, nagyon szépen köszönöm. Closer to me, jöhet az is. Interstellar kerestetik. Keressük. Hogy itt böngészgetek a zenék között, az azt jelenti, hogy rettenetesen sok olyan feeling, vagy olyan emlék kerül elő, hogy ránézek egy zene címére, hogy egyszerűen nem tudom, hogy melyiket tegyem be, melyik a jobb. Ezt ígértek el, ez tényleg így van. A régi zenék közül, idézőben most jelen esetben úgymond a klasszikná, aminél most tartunk, vagy nevezzük klasszikná azt, ami 2008-2010 környéke, de jelen esetben azt gondolom, hogy 2004-5-ig visszanyúlunk majd, ami nálam is még tényleg bőven kimeríti azt, hogy először ezt a felvételt mondjuk Bakelitről hallottam. Figyelj! Na látj a Skylark Remix! Kezdjük csókolom mindenkinek! Na kapaszkodj! Down. I'm a hungry, in this misery. Boy, I'm falling down.
Itt van velünk a Marci. A Gyűri Marci. Előhoztuk. Itt a mi atyánk! Gyertek! Kérném szépen fel a közeket olyan magasra, amennyien csak lehet. Vagy hogyha itt a TikTokon lehet úgy kifejezni, akkor lájkokkal, vagy tök mindegy mivel. Tessék már jelezni, hogy itt vagyunk és jó a zene. Ott vannak a kezek, köszönöm szépen. Nyújtózós, így van. Na ez a belehasítós rész, így van.
Duhely Pistinek kezét csókolom, tiszteletem. Heidig, a menő. Szevasz. La Mezla. De jó kis muzsika az is. Nem ér sírni a háttérben. De ezek a diszkózenék. Ladies and gentlemen. Szintén egy jambai klasszik mondhatni. Ladies and gentlemen. I'm your DJ. Ladies and gentlemen. I'm your DJ. Ladies and gentlemen. I'm your DJ. Bye.
csókolom a hölgyeknek és uraknak, nem tudom, hogy mennyire van még energia bennetek, hogyha esetleg van, akkor tessék szépen oda tenni mindenféle téren. Na innen indulunk felfelé! Für jeden. Úgy láttuk az előbb, hogy volt, aki Németországból szólt hozzá egészen pontosan németül, ami külön megtiszteltetés. Ennek rossza ére fürdik, für mich, bocsánat. Kicsit kijöttem a gyakorlatból, viszont egy biztos, rettenetesen nagy megtiszteltetés, hölgyeim és uraim, hogy ilyenkor még csapatás van keményen! Mehetünk egészen 30 évvel is vissza, ha kell. Hajni, nagyon szépen köszönöm a hozzászólásodat, az a kész, ez tisztelni élvezés. Igazából ilyenekre, értsétek jól, most ezt nem szándékosan mondom ilyen csúnyán, de ilyenekre vágyom. Örülök neki, hogy tetszik. Köszönöm szépen. Ez volt a cél, ezt akartam elérni veletek, hogy egyszerűen csak engedjétek el magatokat, érezzétek jól magatok a zeneidnek, bontakozzon nyugodtan mindenki ki. Adja ki magából, hogy mit rejt szombat este bennetek. Aki a filmet szerette, ezt egyszerűen imádni fogja. 187 ezer lájknál járunk, gyerekek, bármit is jelentsen. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek. És itt van. Nati is itt van, az Interstellar is itt van. És ez jelen esetben egy olyan mix, egy olyan TikTok live, amiben ti tudtok zeneileg legfőképp érvényesülni, hiszen olyan zenéket kértek tőlem, amilyeket akartok. Abban az esetben viszont, ha beleillik tényleg abban a repertoárban, abban a zenei stílusban, ami én vagyok, akkor azonnal tudom nektek. Például ezt is!
mindenkinek, aki itt van velem ma este. Köszönöm, ha megosztjátok, köszönöm, ha rám szavaztok a Rádió egy DJ szavazáson. Egyszerűen csak köszönök mindent, de tényleg, értitek, ugye? Hallandó Dán, micsoda zenék, de jó Isten, még mindig jönnek olyan felvételek, kérések, amit egyszerűen nem tudom elhinni. Királyok vagytok! Igazából őszinte leszek hozzátok, nem szívesen pofázok bele, mert olyan zenék vannak benne, hogy egyszerűen a szőr feláll a hátamon. Ebben kár bele pofázni. Én csak azt szeretném, hogy élvezétek, és tényleg, itt vagyok veletek, hallgatlak, figyelj, is bocsánat, figyellek titeket, mit szeretnétek, igyekszem teljesíteni azokat a zenéket, kéréseket, amire vágytok. Köszi, hogy itt vagytok velem! Ezt tényleg elképedek én, és az, hogy mik kerülnek elő, miket találok, és tényleg tessék ezt úgy fogadni, mint egy örömzenés, nincsen gondolkodás azon, hogy mi a következő. Tényleg, az utolsó pillanatban derül ki, és jelen esetben én azt gondolom, hogy egész jó irányba tartunk zeneinek, majd tessék figyelni. Szólj a szomszédnak is, hozd meg nyugodtan, szavazz, hogyha gondolod. Itt vagyok veletek, és köszönöm szépen. Ez a Gravity. Faded gravity, melting away. Dissolve. Isten az ott mindenkit, szevasztok! 200 ezer és 100. Túl vagyunk a 200 ezeren. Nem az első alkalom. A live az 5. mikor itt vagyok veletek. Rettenetesen hálás vagyok, köszönöm. És csak tényleg olyan zenék, amik belülről, innen bentről jönnek. Csak nektek. Komolyan. Gravity. És
és ilyen tanyalanon zendelénkben. Az nagyon jó. Hogy sziszém, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, akik itt vannak még benne most már lassan-lassan, azt lehet mondani, hogy 4 órája vagy 3 órája. Mikor kezdtük? 7-kor kezdtük, most van. Akkor 3. 3 és fél órája. Egy jó fél órán keresztül még tényleg maximálisan szívből itt vagyok veletek, és tényleg állok szolgálatokra, mint, hogy is mondják, zenei rabszolga. Nevezzük ennek, nem? Mert szexnek nem mondanám, azért túlzás lenne. Szakadjon le mindenkiről a gatya, bugyi, gyerekek, ezt... Ha valaki nem szereti, egyszerűen most kikapcsolok mindent, leszakítom a pólót magamról, nem érdekel. Jó, csak viccelek. Nem, ez tényleg az a zene, amire nem lehet mondani. Nem hogy rosszat. Hanem egyszerűen le csak fel kell tenni a kezed a magasba, felhangosítani a hangerőt, föltenni rá a 19-re, 21-re, rákérni egy lapot, érted? Érted, hogy mi ez? Köszönöm szépen, hogy itt vagytok! Szeretnék látni, miért tisztelt hölgyeim és uraim, de most tényleg nem akarom megszakítani ezt az egészet, mert ugye tudom, hogy ilyenkor ilyen eufórikus állapotba kerülünk, én is, természetesen. Attilát szeretném megkérdezni, hogy érzi magát? Álom, köszönöm a meghívást. Már a második alkalomból kettőből egy, ami sikerült, viszont tényleg arra lenni kíváncsi, hogy nektek ez az egész mit jelent. Legyetek kedvesek, írjátok meg nekem. Nem kell csurgósan, nem kell túlspirázni, csak röviden. Miért tetszik? Miért vagytok itt? Kíváncsi vagyok rá! Renéke, akkor beszélünk, amikor akarunk, viszont tényleg egy fontos kérdést szerettem volna föltenni nektek, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, mert hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok.
ezt próbálom végigkövetni majd, hogyha nem bánjátok, jó? A fiatalságot idézik vissza egy szó, a minőség, te vagy a legjobb, ezt nagyon köszönöm, Eufória, mert kurva jó, köszönöm, Nosztalgia, kurva jó, megint csak imádás, Fun Club. Egyszerűen fantasztikus, na, azért... Ez most így kezdik megcsavarni belőle, azt érzed, ugye? Köszönöm, tényleg. Idi utazás, Tiuska, ó, csak nem az udvarni dia, ez egy csókolom, szevasz. Tiuska, nem halljuk a sikítást. Adrián, köszönöm szépen, hogy szerinted tökéletes minden. Hajnalka szerint is kurva jó minden, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, remélem, hogy a TikTok ezt azért a zömében még elviseli. Már bocsánat, hogy ilyen finoman próbáltam kifejezni magam. 2011 vertigo azóta gyógyszer a mindennapokra. Az érzés, ami bennem a leírhatatlan szívem, lelkem boldog. Nincs jobb dolog, na jó, nem igaz, mert te vagy a klasszik és puding, aki alszik. Te vagy a klasszik, puding, aki alszik. Ez jó dolog, Kriszti, köszönöm. Végtelenül, ha hiszitek, ha nem, de tényleg ezt most nem komolyan mondom, végtelenül hálás vagyok nektek.